Ha-ho! Én vagyok a híres, neves, szépséges, gyönyörűséges, kicsoda, a gyönyörűséges Víg Balázs. Jaj, de kedvesek vagytok, de én nem az vagyok, hanem a gyönyörű és szépséges Pöndöri uram. Látom, hogy elkerekedett a szemed a csodálkozástól ekkorára, neked a szád ó betűt formázott, már nem szoktunk kiabálni. De most azt hiszem, hogy valamit elkiálthatunk, ha van kedvünk. Mondjuk azt, hogy ó! Ó! Ó, de szép! Ó, de szép! Ó, de szép ez a bajusz! Ó, de szép ez a bajusz! Jaj, de kedvesek vagytok, és jaj, de spontának vagytok. Na jó, tanítónéni, látom, meg is erre számított ez most egy író, vagy egy bajuszos uraság. De azt is látom, hogy nem tetszik a tanítónéninek, hogy reggel nem fésültem meg a bajuszomat. Tetszett már bajusz pödörni? Még sosem. Tanító néni még sosem pödört bajuszt, akkor itt van a kiváló alkalom, ugyanis a bajuszomnak van egy ilyen szára. Tessék szíves lenni megpödörni. Nagyon szakértő a mozdulat, biztos nem csinált még ilyet? Na, a szemem sarkával hadd nézzem meg még egyszer, hogy megy ez. Nagyon profi volt, nagyon ügyes volt. Tapsoljuk meg a tanító. Van közületek olyan, aki annyira bátor, hogy megpödri a bajuszomat? Ilyen sokan? Hát akkor itt maradunk este 8-ig, úgy látom, hogy mindenki bajusz pödört. Na, hadd lássam, mit tudsz kezdeni ezzel a bajusszal? Megpödörted ügyesen, sejmes volt vagy szúrós? Sejmes volt ez a bajusz, megérte. Bajusz kondicionálóval kenegetni tegnap egész este. Te is ilyen bátor vagy, megpödör? Nagyon jó. Milyen volt a tapintása? Nem volt szúrós egyáltalán, nagyon örülök. Na, azt látom, hogy itt vannak a legnagyobb bajuszpödrők. Igen, próbálj. Szúrós volt vagy sejmes? Sejmes. Sejmes volt, nagyon. Na, egy igazi bajszos férfi ember, és hadd keresek magamnak. Ott bujkál, fent a sarokban. Erre várt. Jaj, de jó lenne, ha találkoznék majd meseíról, és megpödörhetném a bajuszát. Na, akkor pödörd meg. Milyen tapintása volt a bajusznak? Megszúrta a kezedet? Átszúrta a kezedet? Vérzik? Szerencsére, szerencsére nem. Na jó, tegye fel mindenki így a kezét. Most csináljunk így. Aztán csináljunk így. Megint csináljuk így. Csináljuk gyorsabban. Szerbusz bajusz! Búcsút intünk a bajusznak, aki most egy időre elhagyja az íróvasó találkozót. Ittekesetek a bajusznak. Szia bajusz! Szia bajusz! Ide leült, innen fogja nézni az íróolvasó találkozót. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, amikor nincsen nagy bajusz az orrom alatt, akkor engem úgy hívnak, hogy Víg Balázs. Kinek van ötlete, mi lehet vajon az én foglalkozásom? Mi lehet a foglalkozásom? Igen? Meséket írok, és most azért jöttem, hogy a három bajusz gazdát kereszt című mesémet bemutassam nektek. Tehát ez a bajuszokról szól. Te az első kérdésemet csak a fiúk válaszolhatnak. A lányok nem, tanítónénik nem, csak a fiúk. Tegye fel a kezét, aki nagy lesz, nagy bajuszt fog kereszteni az oldalán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bajuszos, 11 bajuszos, jó, 12, 13, mindenki letölti a kezét. A következő kérdésre csak a lányok válaszolhatnak. Fiúk, nem csak a lányok. Lányok közülete kiörülne annak, hogyha jön egyszer a szőkeherceg fehér lovon, fehér BMW-vel, fehér Ferrari-vel. Kiörülne annak, hogyha ilyen nagy bajusz lenne az orra alatt. Nagyjából rendben van az arány. Mindenki letelti a kezét. Vigyázz! Az lenne a kérdésed, mire van szükségem az, hogy mesélhessek nektek? Mire van szükségem? Igen? Könyvet. Te szoktál-e könyvet kölcsönözni a könyvtárból? Nem szoktál, na remélem, most a mai találkozó után megjön a kedved, és fogsz könyvet kölcsönözni, mert ilyen jól tudtad, hogy könyvre van szükségem. De mit kell csinálni azzal a könyvvel, te tudod? El kell olvasni. El kell olvasni. Szemüveg, arra gondolsz, hogy már öreg meseíró vegye fel a szemüvegét, de nekem beépített szemüvegem van. Jó, itt van a könyv a kezemben, de mit kell csinálnom azt, hogy elmeséljem nektek? Mit kell csinálni, igen? Te nagyon jól rávágtad, te szoktál könyvet kölcsönözni a könyvtárból? Igen, ezért tudtad ilyen jól a választ. Jó, kinyitom és elkezdek mesélni, így jó lesz? Ja, bocsánat. Mi? Ja, jó.
így szokták, hogy nekem van. Én így autót szoktam vezetni. Mit kell csinálni? Na, mutasd meg nekem, hogy tanulós ebből követ. Így kell. Nagyon jó, megspóroltál nekem legalább 50 perc mesélést, itt a vége, fuss el vére. Hol kezdődik a mese? Az elején. Na, lapozz oda, ahol kezdődik a mese. Jó, na ez nagyon jó, én itt már olvasnivalót ugyan nem találtam, de sok-sok képet. Kárpáti Tibor barátom rajzolta ezeket a nagyon klassz képeket, majd megnézegetjük. Egyet lapozok, igaz? Ide van írva, hogy Víg Balázs. Ki az a Víg Balázs? És mit csináltam ezzel a könyvvel? Beleírtam filctollal, amikor senki nem figyelte bele? Nem, igen, igen, arra gondolsz? Nem firkálok bele a könyvekbe. Belenyomtatták azért, mert én találtam ki ezt az egész mesét. Ugye mondtam, hogy én egy igazi meseíró vagyok. A címe pedig az, három bajusz gazdát keres. Én azt javaslom, csapjunk is bele a közepébe. Készen álltok? Igen! A város határától egy gondolatnyi távolságra. A bicikli utakon is túl, ahol nem jár sem autóbusz, sem pedig villamos, és az emberek nagy-nagy szeretetben élnek, húzódik egy falucska. Születésnap falvának hívják. Hogy honnan kapta a nevét, ezt nem nehéz kitalálni. Születésnap falva minden lakója ugyanakkor ünnepli a születésnapját. Mi a legjobb dolog egy születésnapon? Ki tudná nekem megmondani, igen? Kapunk ajándékot. Ki az, aki szereti az ajándékokat? De fura gyerekek vagytok, ilyen nevek, soha nem találkoztam. Jó, ajándékot azt szeretjük meg. Mit szeretünk még ajándékon kívül, ha szüli napunk van, igen? Torta. Torta. Te be szoktad tömni a pocakodat tortával? Én is nagyon szeretem a tortát. Mi a kedvenc ízű tortád? Nekem a legjobb. A csok is az a legjobb. Na, a jeles napon az öreg cukrász bácsi akkora tortát készít, mint egy 10 emeletes ház, és olyan széleset, hogy 5 perc alatt még futva sem lehet körbeérni. A fákat és a bokrokat szaloncukorral aggatják tele, éppen mint karácsonykor a karácsonyfákat. Nem akarok senkit stresszelni, de nyakunkon a karácsony. Nyakunkon a karácsony. Épp még itt volt a nyári szünet, mindenki nyaralt, jól érezte magát. Erre tessék, már itt lesz a téli szünet, megint egy kicsit vakációzunk. Mindenki erőltesse meg a fantáziáját. Van nektek képzelő erőtök? Na jó, elhiszem nektek, de én tudok egy trükköt, amit ha megtanulunk, akkor sikerülni fog sokkal jobban elképzelni, amit kell. Van kedvetek megtanulni? Igen! Na jó, akkor tegye fel mindenki a két kezét jó magasra. Így, jó. Fölteszünk a két kezünket jó magasra, és elkezdjük mozgatni. Annyira gyorsan mozgatjuk, hogy szinte már föl is repülünk a székünkből. De nem akarjuk beütni a fejünket a plafonba, ezért a két kezünket ide tesszük, és jó alaposan megrázni, megmasszírozzuk. Ki az, akinek bent a fejében uborkalé van? Van olyan, akinek savanyú káposzta van bent a fejében? Van-e valakinek agyvelő van a fejében? De jó, agyvelősök elügyben, masszírozzuk meg a képzelőerőket. Masszírozunk meg a fantáziánkat, azért, hogy a mesét minél érdekesebbre, minél izgalmasabbra tudjuk elképzelni, és a következő feladatot is sikerüljön megoldani. Azt mondtam, hogy karácsonykor a karácsonyfákat szaloncukrot borítják. Most mindenki gondoljon a leges-leges legfinomabb szaloncukorra. Akinek megvan, az csöndben fölteszi a kezét. Kíváncsi vagyok, kinek a kedvence fog elhangzani ezen az író-olvasó találkozón. Neked mi a kedvenced? A legfinomabb szaloncukrot mondjad. Zselés. A zselés, én ezt nagyon szeretem. Jó volt a válasz. Te mit szeretsz? Te is ugyanezt. Ki az, aki valami más ízűt tud nekem mondani? Valami más finomságot, igen? Virsli szaloncukor. Te egy igazi férfi ember vagy. Te egy igazi férfi ember vagy. Én is el tudom képzelni, hogy ilyen nagy rántott húsok lógnak le a karácsonyfáról, és én mindent megeszem, de azért beszélgessünk inkább az édességekről, jó? Ki tudna nekem mondani egy nagyon finom szaloncukrot? Te mit ismersz? Én a bajusz szaloncukrot. Milyen? A fantáziátokat úgy megmasszíroztátok, hogy most már elkezdett szárnyalni. Lehet, hogy itt mindenki könyveket fog írni a találkozó után. Te mit szeretsz? Csokis. Nagyon érdekes. A belseje is csokis, meg a külseje is csokis. Van-e még valamilyen finom szaloncukrot? Te mit szeretsz? Magyarós csoki, csoki magyarós szaloncukor, te mit szeretsz? Vaníliás
vaníliás. Hát én olyat még nem is értem tanítani, én ilyen már vaníliásat? Én se értem, majd megkóstoljuk. Te mit szeretsz? Mindenki figyel? Nem csak sima zselés van, hanem van epres zselés is. Nagyon finom lehet. Te mit szeretsz még? Banános. Az is nagyon jó. Te mit szeretsz? Kókuszos. Tegye fel a kezét, aki nagy kókuszos szalacukor rajong. Na, gondoltam. De vannak még más ilyenek. Tegye le mindenki a kezét. Hallgassátok meg, hogy vajon a ti kedvencetek belekerült-e a mesekönyvbe. Akad mogyorókrémes, kókuszos, lágy csokoládéval és gumicukorral töltött szalacukor. Ha valaki megéhezik, csak odaáll egy fához, jó alaposan megrázza, és már is annyit lapározhat a lepotyogó édességekből, amennyit csak belefér. A házakat sósperetszel, kürtős kaláccsal díszítik, és csokoládé mázzal festik le a falat. A puha bárány felhőket rózsaszínű vattacukorra cserélik, aki elég kutatva gyújtözködik, meg is kóstolhatja őket. Na jó, itt annyi haspók van, hogy most nem fogunk itt vattacukor felhőket enni. Más fogunk csinálni. Szeretnétek? Ennyire szeretnétek vattacukorra? Rajtam nem újjanak, hogy mindenki nézzen föl az éjjénbe, kapcsolja be a képzelő erejét és a fantáziáját. Ugyanis elindul egy nagy rózsaszínű vattacukor felhő, aki látja, az felnyúl érte, és letör belőle egy jó nagy darabot. Ide is jön, jön még erre. Fújtan a szél idején. Nekem is jön egy kicsi a rózsaszínű vattacukor felhő. Itt hátul is belapmározhatunk. Nagyon jó. Fogjuk meg a pocakunkat, és simogassuk meg a vendőket, amit teleraktunk rózsaszínű vattacukor felhővel. Én például annyira megéheztem, vagy hát annyira sokat ettem, hogy annyira megszomjaztam tőle, hogy most kimegyek oda egy pillanatra, iszom egy kortyot. Na de nem véletlenül megyek én oda ki. Azt szeretném, hogy mire visszajövök, a legbátrabb tanítónéni álljon itt kint az én helyemben. Nagyon bátor vagy, kedves sokkal, ami a Vig Balázs vagyok. És hogy hívják a gyerekek, Angéla néni vagy Angi néni? Angéla néni. Na figyeljetek csak, Angéla néni lesz most a segítségemre. Egy nagyon egyszerű feladat lesz, Angéla néni megtanítom a cigány keresztül. Hát akkor csak fel kell frissíteni. Nagyon egyszerű, tetszik látni, ide raktunk egy ilyen folyosót. Egy ilyen folyosót ide raktunk. Beállunk zerkeszbe, föltesszük a két kezünket, irányba állunk, esetleg be lehet ülni valamelyik gyerek ölébe, amelyik rosszul viselkedik, és akkor rákészülünk, jó? Egy, kettő, három! Nagyon menő volt, be is ült a tanítónéni, tapsoljuk! Azt látom, hogy erre az íróolvasó találkozóra a teljesítményükre büszke gyerekek is jöttek. Itt annyira meg szeretném mindenki mutatni a cigánykerekezőt. Na gyere, te úgyis azért jöttél az első sorba. Angéla nénivel hátrébb jövünk, nem zavarunk. Mutasd meg nekünk, milyen ügyesen cigánykerekezel. Szuper! Még egyet! Nagyon nagy tapsod! Na most! Szükségem is van egyébként a tanítónéninek a szuperképességére, ugyanis a tanítónéniknek néhány év után lézer röntgen szeme alakul. Ez a lézer röntgen szem, ez arra jó, hogy Angéla néni fogja látni, hogy kik azok, akik a legjobban viselkednek, kik azok, akik a legcsöndesebbek, kik azok, akik a legszebben jelentkeznek. Ugyanis most egy memóriajátékot fogunk játszani. Angéla néni kap egy mesekönyvet, én is kapok egy mesekönyvet. Körbe megyünk. 15 másodpercig mindenki nézheti a képet. Két dolgot kell róla megjegyezni. Meddig fogjuk nézni? 15 másodpercig. Hány dolgot jegyzünk meg? Kettő dolgot, nagyon jó. Amikor megjegyezte, mindenki Angéla néni kijön hozzám, és elkezdjük a jó kis memória játékot. Jó lesz? Mindenki felkészül? Igen! Megnézzük Kárpáti Tibi bácsinak ezt a nagyon klassz rajzát. Na menjünk akkor bőlbe. Felkészülni, vigyázz, kész rajt. Vannak benne egyszerűbbek, vannak nehezebbek.
Próbáljatok meg valamilyen jó érdekeset is megjegyezni. Könnyen? Akkor találj ki négyet és felszólítalak. Meg is van a négy, jó van, jegyezd meg. Na és most lesz szükség erre a lézer varázsszerre. Megnézzük, kik azok a gyerekek, akik a legcsöndesebben, legszebben jelentkeznek. Ki legyen az első, aki mondhatja, szabad haza is beszélni, saját gyereket, meg a szomszéd gyereket is szabad felszólítani. Jó, akkor legyen Regina, és akkor legyen egy Péter kis gyerek. Na kezdjük Reginával, egy pillanat. Na Regina, hadd halljam. Ja, ő is Péter, jó. Ah, szuper, na. Mi volt az első? Csoki volt, és a dinnye volt. Milyen dinnye volt ez? Sárga dinnye? Görög dinnye volt. Te melyiket szereted jobban, a sárga dinnyet vagy a görög dinnye? A görög dinnye. Én is egy kicsit azt szeretem jobban. Na ki volt ez a másik gyerek, aki mondhatja? Akkor választhatunk újat is, szépen jelentkező. Igen, ez a rózsaszín póló. Igen. Nem tudom, hogy na, a te lehetőséged jött most el. Mondj nekem két dolgot, amit láttál a képen. Volt cukor, ilyen kampós cukor, és még? Nagyon nehéz választani a sok-sok finomság között, túl sok finomság között. Meg voltak ott egészséges, szerintem még gyümölcsök is voltak ott. Láttál ott valami finom gyümölcsöt? Adjuk meg mások is a lehetőséget, hiszen annyian jelentkezik. Ki legyen a következő, aki mondhatja? Talán egyhagy csak kislány, szép kis fonott hajjal. Bogika, te. Jó? Bogi. Mit láttál a képen? Csoki torta meg banán. Csoki torta volt, meg banán volt. Én most elkezdettem, hogy banános csoki tortát. Az is biztos nagyon jön meg. Ki legyen a következő? Blanka. Banán meg muffin. Banán muffin. Na jó, itt mindenki a hasával gondolkodik. Valami más mondjátok, igen? Igen. Fagyi és cseresznye. Ebből az egyik az én kedvencem. Szerinted melyik a kedvencem? A cseresznye. Jó, felkészülten jöttél az íróvasó találkozóra. És megegyezted, hogy hány gombócos volt a fagyi? Három. Milyen ízű volt? Mennyire jó megfigyelő vagy. Milyen ízű volt a fagyi? Vanília csoki eper. A csokira, ha azt mondom, hogy fehér csokira gondoltál? Akkor tökéletes volt a megfejtés. Na, Angéla, mindenki a hasával gondolkodik ezen az íróvasó találkozón, de mutassuk meg, hogy ezen a képen nem csak édességek voltak, hanem itt van egy vagy hóember, vagy rozmár, vagy kisegér, vagy albínó kutya, itt pedig egy bajuszos bácsi. Fiatal ez a bajuszos bácsi? Nagy bajusza van, ami ráadásul még őszszínű is. Kárpáti Tibor szuper rajzát nézegettük. Térjük vissza születésnap falra. Ha a sétálni támad tudunk, csak lassacskán haladhatunk előre az utunkon, hiszen a járdákat mindenfelé ajándékok borítják. Aki meglepetése vágyik, csak lehajol és felveszi a földről azt a csomagot, amelyik neki tetszik. Nagy ám a találgatás, hogy vajon melyikben mi lakul. Olyan sok az ajándék, és olyan nagy a jókért születésnap falván, hogy jut belőle azoknak is, akik nem itt laknak, és még születésnapjuk sincs. Senki sem közösíti ki őket, amiatt, hogy máshonnan jöttek. Tegye fel a kezét, aki figyel. Van olyan? Igen. Jó. Mindenki az igazat mondja. Látjátok, két kamera vesz minket. Ajaj. Nagyon izgalmas. Na jó, ki az az ügyes, aki el tudja mondani, hogy születésnap falván mi borította a járdákat? Igen. Ajándékok. Ki az, aki szeretne ajándékot kapni? Tényleg? Oké. Várjátok egy kicsit. Én hoztam magammal egy ajándékcsomagot. Jó, megkeresem. Mindenki látja? Nem látjátok, pedig itt van a kezemben. Ki az, aki látja? Te látod, na oda is menjek hozzátok. Ha a leghátsó sorban ülsz, és még onnan is látod, akkor megérdemled ezt az ajándékot. De ez nagyon nehéz rám. Erős vagy? Szoktál fekvőtámaszozni? Na, akkor ez a te ajándékod, vedd az öletbe. Így, alig fér el. Mindenki nézzen le a széke alá, talál egy születésnapi ajándékot. Jó, vegyük az ölünkbe a dolgokat. Meg fogjuk tanulni, hogy hogyan kell szabályosan ajándékot bontogatni. Először letépjük róla a csomagolást. Összegyűjjük a csomagolókat. Aztán bedobjuk oda a sarokba. Ki az, aki
fog segíteni összetakarítani a tervet az előadás után, jó? Segítségeteket szükséges. És most jön a legjobb rész. Felnyitjuk óvatosan, nagyon óvatosan a doboz tetejét, felnyitjuk, belekukucskálunk. És amikor meglátjuk, hogy mi van benne, azt mondjuk, hogy jaj, de jó! Annak örültünk a legjobban, születésnap falvá, a dobozokban, az az ajándék van, aminek mi az egész világon a legjobban örülünk. Tehát nem kicsit, nem közepesen, hanem nagyon. Tegye föl a kezét, aki nagyon el szeretné mondani, hogy mit kapott születésnap falvá. Aki nagyon, akinek már így viszket írt, hogy elmondhassa, igen? Egy kiskutya. Na jó, hogy kicsomagoltuk akkor a dobozból. Mi lesz a neve a kiskutyának? Benni lesz a kiskutyának a neve. Mindenki jól füleljen, hogy halljátok egymás ajándékát. Te mit kaptál? Ebből a legót azt értettem. Figyelj csak, én egy tárgyvédelmes legónak körülnék a legjobban. Te örülnél egy olyannak? Jó, akkor értjük egymást. Te mit kaptál? Egy BMX-et, azt hittem BMW-t. BMW-t és egy jogosítvány, de te egy BMX-et meg fogsz tanulni vele trükköket? Már van BMX, akkor milyen lesz egy még menőbb BMX, vagy egy még nagyobb BMX? Ha elalvás előtt erősen gondolsz rá, már is születésnap falvát szerelsz. Lehet, hogy hullámhasúttal érkezel. A sinek körbe-körbe futják születésnap falvát, több emelet magasan keresztezik egymást, kanyarodnak és csavarodnak. Ha szeretnél odalent is körülnézni, nem kell más tenned, mint megnyomni a jelzőgombot, akár csak egy autóbuszon. Jelzés után az ember ejtőernyővel érkezik a földre, a bátrabbak pedig kötélen ereszkedhetnek alá. Nem kell attól félned, hogy lepottyansz és megütöd magad, ugyanis egy nagy, felfújható gumiszőnyegre húpansz. Akkor sincs baj, ha nem szereted a hullámvasutat. Jöhetsz több száz légömbe kapaszkodva, madarak hátán, sőt, még kenguru erszényében is. Születésnap falva határában olyan hatalmas zsiráfok sétálgatnak, hogyha megéheznek, egyenesen a csillagokból kell falatozniuk. Közelebb vannak ugyanis az éghez, mint a földhöz. Az emberek között puputevén pótlásznak, a pupjukban vajon mivel? Ajándéka? Valami folyékonyat képzeljünk el. Tortalék. Hát az nem tudom mennyire. Szörpi. Málna szörpe. A kukjuk van. Málna szörpe. Egy fájós fogó krokodil is itt vendégeskedik, de őszintén megígérte, hogy senkit sem fog megkóstolni. Napestig sorolhatnám a sok-sok látványosságot és játékot, de lehetetlen volna mindent elmesélnem. Nem tudsz olyat kitalálni, amit születésnap falván ne próbáltak volna már. Na most egy nagyon nehéz kérdésem jön. Kíváncsi vagyok, ki lesz az okos, aki meg tudja válaszolni. Milyen állatokról meséltem? Összesen 5 állatról meséltem. Ki tudja mind az 5-öt felsorolni? Hadd halljam. Tessék? Na várjál. Szedjük össze a gondolatainkat. 5 állat lesz. Megpróbálod? Zsiráf. Zsiráf volt. Krokodil. Nagyon jó. Kenguru. Nagyon jó. Madár és puputeve. Popóteve, igen, puputeve. Puputeve volt, igen. Ez volt puputeve. Az igen kell. Mindenkit megkérek, hogy álljunk föl. Na, most, hogy ezzel meg vagyunk, lerázzuk a kezünket, lerázzuk a lábunkat, és a lábunkkal is becsatlakozunk. Hadd lássam ki a legnagyobb nagy lábú, az nagyon jó, az már, mintha a diszkóba nyomnánk. Kész vagyunk. Na, figyeljetek csak. Most már senki sem fog megsérülni ezen az íróolvasó találkozón. Fogjuk meg nyakunkat. Most a nyakunkat meg fogjuk hosszabbítani. Mutatom, hogy hogyan. 1, 2, 3. És most élvezzük, hogy a zsiráf nyakunk lengedezik a szélben. Jaj, de jó születésnap fogja állatnak lenni. Na de, figyelj,
Nem szeretném, hogy bárkit leszígyanak a szülei, amiért eljöttetek az országos könyvtári napon egy író-olvasó találkozóra, aztán egy zsiráfként mentetek haza, mert találkoztatok egy meseíróval. Mindenki keresse meg a fején a legcsúcsosabb részt. Tanítónénik fogják ellenőrizni, ugyanis most önbevallás következik. Minden gyerek akkorát kalapál a fejére, amennyire rosszul szeretne viselkedni az idei tanévben. Megnézzük! Ennyire ne legyél rossz, mert szegény tanítónéninek ősz hajszálai lesz. Na jó, visszaváltozott a nyakunk az eredeti méretére. Mindenki álljon föl, aki leült, messze még a vége. Most egy ijesztő állattá fogunk átváltozni. Milyen színű a krokodil? Na jó, akkor most bezöldülünk, mutatom, hogy hogyan. Egy, és kettő, és három. Elfelejtettem mondani, hogy 10 percig visszatartjuk a lélegzetünket. 1 és 2 és 3. Eltelt a 10 perc, csak megy az idő, a főtámban vagyunk. Mi borítja a krokodilnak a testét? Igen? Pikkely borítja a pikkelységünk, kimutatom, hogy hogyan na most gyorsan a szuper! És most szeretném látni azokat a vérszomjas krokodil vicsorokat. 10 másodperc krokodilozás következik rajta! Na most, péntek van, ígérjétek meg nekem, hogy hétfőig legalább egyszer mindenki megfürdik. Tanítónénik fogják ellenőrizni, az a gyerek, amelyik zölden jött be az iskolába hétfőn, az nem fürdött egész hétvégén. Ki az, aki annyira bátor, hogy ezen az író-olvasó találkozón Pöndöri urammá változik? Valaki annyira bátor? A fiúk is ilyen bátor, a lányok is. Na gyere Pöndöri uram, ilyen a lehetőség. Nagyon bátor voltál, gyere állj meg itt mellettem. Nekem most, hogy van egy kis dolgom, kutatnom kell Fancsali uraság után. Vajon itt van-e Fancsali uraság? Fancsali uraság. A lányok is lehetnek bajuszosok? Igen. És ezen az író-olvasó találkozón, igen? Na gyere Fancsali uraság. Itt van velem Fancsali uraság. Melyik gyerek közületek a legeslegrosszabb? Tényleg? Gyere, van egy fúra van szükségem, gyere Hóborti úr! Tapsoljuk meg őket a bátorságukért! Mi most hátra megyünk egyetlen egy percig szépítkezni. Lépett a színpadra. Szép pumporban végződő, vastag, tömött, fekete bajusza volt. Szinte kisebb látszott műfüle az arca, csak a két vidám szeme pislogott, és a két füle hallgatózott taps után. A nézőtéren ki is tört az üdvivalgás. Éljen, éljen, Pöndöri uram, és az ő csodaszép bajusza. Éljen, éljen, Pöndöri uram, és az ő csodaszép bajusz. Pöndöri uram, tetszett a siker? Tetszett neki. Jobban tetszett, hogy sikered volt, mintha itt csúfoltak volna? Nekem is sokkal jobban tetszene, hogyha mindenki éljen ezzel, mintha csúfolnak. Pöndöri uram, mutasd meg, mit tudsz csodás bajuszoddal? Nagyon szép. Jó, na hát akkor még erről beszélgetünk egy kicsit. Ismerkedjünk meg Fancsali uraságról. Fancsali uraságról fogok nektek mesélni.
Szegény, még a cirkuszban sem volt képes mosolyogni. Szomorkodott, sírtogált egész évben. Az emberek, amit megpillantották, fancsolugaság két oldalt lecsüngő, szőke bajuszát, menten elámultak. Mennyit nőtt tavaly óta, talán a sok könyvtől, amivel Pancsali uraság öltözte. Kis Ján a földet súrolta, annyira hosszú volt ez a bajusz. Éjjel, éjjel. Pancsali uraság és az ő hosszú, hosszú bajusza. Éjjel, éjjel. Pancsali uraság. Már a kedve Pancsali uraság. Igen. Ennyire jó lett a kedve azért, mert megdicsértük, megéljeneztük. Na, akkor most bemutatom nektek Hóborti urat. Hóborti úr olyan, mint a rossz pénz, nem vészel. Hóborti úr bajusza igazi mutatványokra képes. Ha jó a kedve Hóborti úrnak, a bajusza két szára magasabbra szökik, mint a feje. Néha szomorú, olyankor a bajusza két szára szomorúan lefittyen. Néha zavarban van, a bajusza olyankor egyik szára fölfele, másik lefele, ez fölfele, ez lefele. Néha megmérges a közönség, amikor azt csinálja, hogy... Mind a három uraság bajusza tud különböző trükköket. Akinek van ötlete, hogy mit tudhatnak, azt tegye fel a kezét. Mit tudhatnak a bajuszok? Táncolni. Táncolni. Hogy táncolnak a bajuszok? Nézzük csak meg. Ott láthatjuk, Pöndöri uram csárdást jár, nagyon menő. Pancsali uraság diszkó táncol. Hóborti úr pedig brékel, nekünk nagyon jó. Mit tudhatnak még a bajuszok? Igen? Repülni. Hogy repülnek a bajuszok? Fel. Pöndöri uram, mint egy madár, mind a hárman úgy repülnek, mint a madarak szárnyán mennének az uraságok. Mit tudhatnak még? Nagyon nagy csöndet kérek. Fantasztikus pillanatok következnek. Nagyon jó volt az ötlet. Meghallgatok, hogyan énekelnek a bajuszok. Hogy énekelnek a bajuszok? Hát, ezzel nem fognak a slágerlistára bekerülni, de legalább... Jól néznek ki közben. Mit tudhatnak még? Enni. Szoktak-e enni a bajuszok? Hadd lássuk. Ott teszik a pacalpörköltet, Pöndöri uram azt teszik. Pancsali uraság salátát teszik, úgy látom. Hóborti úr pedig betért egy gyors étterembe, és ott eszi a hamburgert. Integessünk egy nagyot Hóborti úr bajuszának. Szervusz, bajusz! Integessünk egy nagyot Pancsali uraság bajuszának. Szervusz, bajusz! Integessük egy nagyot Pöndöri uram bajuszának. Szerintem, bajuszok! Most elmondják az írjókat. A mesekönyvben nyomon követhetitek a három bajusz vándorútját. Pöndöri uram bajuszal elmegy a faluszéli tejivóba, hogy a szomorú zsiványok bajuszának szegődjön. Hogy jól érzi magát így, vagy visszamászik a gazdája orra alá, az kiderül a meséből. Pancsali uraság bajusza elmegy, hogy feleséget keressen magának. Van bajusza a néniknek? Nem. Jobb esetben nincsen, ezért a legkisebb rozmárlány bajuszának fog udvarolni. És a harmadik bajusz pedig elmegy, hogy híres trombita művésszé váljon. Hogy sikerül-e neki, vagy pedig a muzsikája inkább ahhoz fog hasonlítani, mint amikor valaki orrot fúj, az kiderül a meséből. Nagyon örülök, hogy találkoztam veletek. Az író-olvasó találkozónak a végére értünk. Szeretnék mindenkit megdicsérni, amiért figyeltetek, amiért ilyen sokat jelentkeztetek, amiért ilyen sok jó válaszotok volt. Köszönöm a bajuszos uraságoknak, és köszönöm Bátor Angi néninek is, Angéla néninek, bocsánat, hogy segített, vagy segített nekem ezen az író-olvasó találkozón. Búcsúzó úr, mindenki kap egy ajándékot. Mit szóltok hozzá? Zárásként Víg Balázs mindenkinek egy dedikált fényképet adott.